A húsvéti hosszú hétvége során összesen 34 jelzés érkezett a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. A megye tűzoltói 16 tűzesetet számoltak fel, és 12 műszaki mentést hajtottak végre. Tűzeseteket tekintve már a csütörtöki nap is kiemelkedőnek tekinthető. Pécsett a Kökényi úton egy személyautó motorterében keletkezett tűz, ami kismértékben az utastérre is átterjedt. A pécsi hivatásos tűzoltók egy sugárral eloltották a lángokat. Horváth Nikolett elmondta, hogy a hideg időben sokan fűtenek, a nem megfelelő szellőztetés miatt pedig két esetben riasztották a tűzoltókat, mert jelzett a szénmonoxid érzékelő. Ezen kívül Baksán, Pécsett a Rózsadombon és Vajszlón is kellett kisebb tüzeket oltaniuk. A rendőrség részéről sem kaptunk sokkal jobb híreket, pedig a baleseti statisztika még csak a vasárnap esti adatokat tartalmazza. 2022. április 11-e és 17-e között összesen 37 közlekedési baleset történt, amelyből 6 személyisérüléssel járt. A személyisérüléses balesetek 8 esetben súlyos, 10 esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. A személyisérüléses balesetek legfőbb okai a gyorshajtás volt, de történt baleset elsőbség meg nem adása miatt is. Ittaság gyanúja egy balesetben sem merült fel. A komolyabb esetekben a tűzoltók mentették ki az autóba szorult utasokat, ilyen segítségre a hétvégén két helyszínen is szükség volt. Székely-Szabaron két személyautó ütközött össze, ide a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, illetve biztosították a helyszínt. Pécsett a Hegedűs János utcában frontális karambol történt szombat este. A pécsi hivatásos tűzoltók a helyszín biztosításán, illetve a járművek áramtalanításán túl a sérültek kiemelésében segítkeztek. Az említett baleset következtében 5-16 és 18 év közötti fiatal sérült meg. A rendőrség kéri, hogy sebességükkel mindig alkalmazkodjanak az út, időjárási és látási viszonyokhoz, valamint az adott forgalmi helyzethez, hogy, mint mondják, mindenki hazaérjen.